Fókvárosi nyár. Hogy boldogok legyünk az életben, néha muszáj nagy döntéseket hoznunk. Írta Stefánia Szikhold. Hogy mikor és hogyan, azt nem tudni, de türelemmel kell várni. Amúgy ez itt a férjem, és ez én vagyok. Te? Szeretsz engem? Jaj, szívem, mi tudod? De most már nagyon sietek. Mondj csak, szerinted a többiek már kiúztak? Zene, Miki Moiser és Pit Löw. Oh, ott nézd csak! Fényképezte Guntram Franke. Ha ezt látom, úgy érzem, nekem is mennem kell. Értette ezt? Nem is tudom. De én szeretlek téged. Hallod? Tényleg szeretlek! Sophie! Megtaláltad a hitelkártyádat? Hol az ördögben van a futóruhám? Rendezte Imogen Kimmel. Mi akarsz? Fokvárosban, a gyümölcsfák között? Miért nem találok soha semmit a saját házamban? Ott van. Annyira szeretném, ha egyszer végre mind elutazhatnánk. Az egész család. Már itt is a taxi. Kérlek, hívd fel Rosszitát az irodában. Az adóbevallás miatt szeretnék kérdezni valamit. Rendben. A telefon. Köszi. Istenem, muszáj ennek itt állnia? Nem tudnál egy kicsit arrébb menni? Te meghibbantál? Sziasztok, gyerekek. Sietnem kell. A repülőm. Kincsem? Rafi? Hé! Megígértél valamit. Igen, igen. Megyünk majd szörfözni, ígérem. Sziasztok! Dirk! Megyek már! A szemüveged! A szemüveged! Nélküle még az almát sem tudod megkülönböztetni a narancstól. Gyönyörű vagy, drágám. Mióta ért ezt a ruhákhoz? A nagyi már a születésedkor is farmert adott rád. Pontosan, és azóta le sem vettem magamról. Érezzétek jól magatokat. Sziasztok. Szia. Szia, anya. Drága Sophie, végre rám talált az igaz szerelem. Nem akarlak megbántani, de szeretnék a gyerekeim számára példakép maradni, és megmutatni nekik, hogy az ember igenis lehet sikeres és boldog. Megismertem valakit, akinek igazán szüksége van rám. Mindig is a gyerekek mellett leszek. Remélem, maradhatunk barátok. Szeress! Szeress! A szívem lány talával! Szeress igazán! Jobb lesz neked nélkülem. Na persze. Szeretettel ölellek, Dirk. Micsoda őszinteség! Vajon tényleg? Hölgyeim, már itt is vagyok. Köszönjük! Keres másik pasit, de gyorsan. Csak tégy meg nekem egy szívességet. Ezúttal az igazi legyen. Igen, készítünk is egy listát neked, most azonnal.
Rajta, lányok, milyen legyen az az álompasi? Pontosan tudni kell, milyen apró meglepetésekkel okozhat örömöt. Mint az ágyban reggeli. Szeretkezünk nagyokat. De ne sértődjön meg, ha épp nincs kedvem hozzá. Egy rendes férfi folyamatosan bókol a nőnek. Mindig figyel rám. És valóban érdekli is, amit mondok neki. Igen, de ahhoz egy kicsit másképp kéne öltözködnöd. Mi köze van hozzá? Egy jó férfi tud májtájt is készíteni, nem? Már nem érdemli meg, de szívesen visszafogadnám. Sophie Engel, hát akkor mire vársz? Engel déli gyümölcsök. Igen, persze. Igen, igen. Nem, Engel úr Fokvárosban van, de átadom neki. Viszlát. Valami konkrét iratot keres? Esetleg segíthetek? Nem, köszönöm. Ezt nem hiszem el. Az összes pénz ezen a fokvárosi számlán van. Roszvita, maga tudott erről? Látom, már be is kapta a legyet. Mázlista. Nem baj, majd én kiderítem. Még hogy példakép a gyerekeidnek, és maradjunk barátok. Szánalmas vagy. Talán az e-mailek között találok valamit. Ezek a kedvenc képeim, alig várom, hogy végre megérkezz. Miriam. A férjem elhagyott. Miatta? Ezt nem hiszem el. Micsoda egy gazember. Az, de tudja mit? Velem nem lehet így elbánni. Fokváros. Érkezem. Érkeztem meg a hotelba. Bajor Erdő a neve. Igen, már sikerült is elkapnom valami jó kis vírust. Igen, minden olyan lesz, mint régen. Ígérem. És kérlek, legyetek kedvesek a nagyival. Hatalmas szívességet tesz. Én is titeket. Puszi! Thank you.
Sophie Engel vagyok, és szeretnék beszélni önnel a barátjáról, azaz a férjemről. Lehet, hogy most boldog, de... Mindjárt itt lesz a nő, aki a házat akarja megnézni. Sally, hogy is hívják? Értem, nálunk minden rendben. Mikor találkozunk újra? Ahol már itt is van. Az ördögbe. Hát, már itt is van. Sally? Sophie! Tolj fel! Üdvözlöm, Miriam Wilde. Nagyon régóta vár már? Nem? Szuper! Én épp egy pincészet újranyitásán dolgozom, és csak annyit mondhatok, tiszta káosz minden körülöttem. Most már mennem kell. Gyere, csak bemutatlak. Elnézést, ő itt Gabriel Swart. A Déli Élet legjobb fotósa. Néha én dekorálom a fotózások hátterét. Pont a mellett, a ház mellett lakik, amiről már meséltem önnek. És amit hamarosan szeretnék megmutatni. Most már tényleg mennem kell. Ne! Még beszélünk. Várj egy picit. Szia. Elnézést. Néha annyira szeszélyes, ne vegye magára. Jaj, ne! Muszáj mondanom neki még valamit. Kérem, fáradjon be, készítek egy kávét. Jöjjön csak! El ne menj! Mindjárt jövök. Üdvözlöm a Wilde dekorban. Van elképzelése arról, hogy mit szeretne? És tényleg, hogy talált rám? Szóbeszéd útján, vagy az interneten? Internet. Bocsi, nem sokat aludtam az éjjel. Most költözött hozzám a barátom. Tudja, hol van? Új barátja van? Nem, csak kellett neki egy év, mire végre elhagyta a feleségét. Bár azt mondta, a házasságok már rég véget ért. Nem olvasta azt az átkozott cikket rólam? Találnom kell valakit, aki végre jó színben tüntet fel. Tudja, nekem fontos, hogy érezzem, mit szeretnének a vásárlók. Mint egy jó fodrász, aki tudja, kinek mi áll jól. Például a ruhája is. Nagyon aranyos. És nagyon jól is áll önnek. De szerintem a piros még jobban állna. Komolyan. Na jó, ez kész! Jöjjön, az ügynök már biztosan vár. Ez egy csodálatos átmenet a régi és új világ között. Annyira átjön az a távol Afrikától érzés. És persze kiemelhetjük a modern elemeket, mondjuk neon székekkel. És a kandalló a legjobb. Pontosan, a kandalló. Az Antarktisz arra van. Hé! Hey, ez a kép lett a legjobb. Elnézést, nem vettem észre. Vicces. Úgy néznek ki a vízben, mintha tudnának repülni. De hát mit keresnek itt? Ők is tudják, hogy Fokváros egy igazi földi paradicsom. Az egész világról jönnek ide. Még a pingvinek is. Úgy hallottam, a pingvinek egy életre választanak párt. Ha az egyik meghal, a másik magányosan él tovább. Tojfel asszony tudja már, hogyan tovább? Ha sikerül dönteni, hívjon fel. Szívesen berendezném azt a házat. Ott jó lesz, ott lakom. Szuper. Tudja mit? Jöjjön el a pincészet megnyitójára. Pillanat.
hogy már megint hová tűntek el a meghívók. Nézze csak! A barátomnak vettem. Ugye, milyen klassz? A barátjának? Igen! Ó, itt van. Parancsoljon. Igen, úgy döntött, előről kezd mindent. Mindig is egy saját lemezkiadóról álmodott. És persze az unokatesóm a szenvedélyes halálban játszik. Ott hagyja az állását, akkor mi lesz a gyerekeivel? Már mindent elintézett. Majd meglátogatnak, hamarosan. Sokat jár a szám, ugye? Alig ismerjük egymást, és már a gyerekeiről beszélünk. Akkor viszlát! Megyek is tovább. Egyszerűen lenyűgözőek a szobraid, Miriam. Közike, de mondd, láttad is őket szemüveg nélkül? Ó, szia! Mindenkit lenyűgöztek. Komolyan mondod? Annyira bizonytalan vagyok. Hagyd abba, te vagy a legjobb. Mennyire örülök, hogy itt vagy. Sziasztok! Na? Ő az? Remélem, idős gondozói díjat is kérsz tőle. Mégis mi az ördögöt eszel rajta? Szia! Tudtam, hogy eljössz. Tudtam, hogy eljössz. Valahonnan ismerem azt a piros ruhásnőt. Talán a tévében láttam. Gyere, menjünk. Gyere. Tetszik a buli? Jól érzi magát? Köszönöm, remekül. You can't always get what you want, but if you try sometimes, well, you just might find you get what you need. És mondj csak, Mr. Jagger, beszéltél már az unokatesommal az együttese miatt? Még nem volt időm, de hamarosan. Mondj csak, hová tudnám a cuccaimat elpakolni? Szekrénybe? Szekrénybe? Ebbe? Enyém lehet a felső polc? Igen. Dirk, még annyira kicsik. Hát, annyira azért már nem.
Gyakran kell majd látogatnod őket. És majd ők is jöhetnek ide hozzánk. Na és mit mondott az exed? Ah, nem sokat. Évek óta éljük a saját életünket. Azt szeretné, hogy boldog legyek. Szóval, Miriam, Dirk, elfogadom a kis viszonyotokat. De az nem lehet tartós. És most? Most pedig Dirk szépen hazajön velem a családjához. Érted, szívem? Istenem! Úgyis elkapnak. Na persze, hiszi a piszi. Rajta, gyorsabban! Szerintem menjünk inkább vissza, túl meleg van már. És most együnk egy kis igazi narancsot. És most mi a terved? Bár csak tudnék beszélni vele higgadtan. Felejtsd el, a tesztoszteron szintje olyan magas, hogy két egyszerű szót sem tudna elmondani. Nyugi, majd a pénz miatt úgyis beszélni fog veled. Köszi, Charlie. Egészségedre. Zufi, a kínai rokonom látogatását kitehetem reklámként. Mit szólsz? Látod, a férfiak és a pénz. Szerintem még fel sem fogja igazán, mit csinál. Még hogy lemezkiadó. És mi lesz a cégünkkel? Édesem, ha már a csókja nem lehet a tiéd, legalább vedd el a pénzét, és ásd ki magad a föld alól. Vegyél egy házat, az jó befektetés. És hosszú távú, nem pontosan. Pontosan. Nem, nem lennék képes rá. Én a cég könyvelője vagyok, amit 3 éve alapítottunk itt Fokvárosban. Talán emiatt nem találkoztunk még. Nagyon szokatlan. Itt van a férjem meghatalmazása, miszerint hozzáférhetek a vállalkozás bankszámlájához. A házat is szeretném készpénzzel kifizetni. És azt is megbeszéltük, hogy ilyen válságos időben ez a legjobb befektetés a gyerekek számára. Rendben. És nagyon hálás lennék, ha nem mondaná el neki, hogy személyesen találkoztunk. Tudja, szeretnék hatalmas meglepetést szerezni neki. Nagyon örülök, hogy személyesen felkeresett minket. A jó üzletek így köttetnek. A legjobb üzletek. Szerintem is. Ennyire önző, akár a lányod is lehetne. De ha azt hiszed, hogy csak úgy kisétálhatsz az életemből, akkor tévedsz. Az egész családnak szenvednie kell, mert az igazgató urat utolérte a kapuzárási pánik! Nem fogom engedni! Jó napot!
Miss Teufel? Bocsásson meg, de nem indul a motorom. El tudna vinni a taxi állomásig? Nagyon kérem, vészhelyzet van. Idekint várom. És üzleti úton van? Nos, én azért jöttem, hogy megvédjem a vállalkozásomat a csődtől. Milyen vállalkozása van? Nem nagy. Csak egy kis családi vállalkozás, amit 20 éve építgetek. Úgy érzem, nem örül, hogy a szomszédja lettem. Nem, én őre nem haragszom. Komolyan. Viszont haragszom a sok külföldire, akik idejönnek, megveszik a legjobb telkeket. Majd olyan villákat rítjentenek rájuk, mint egy rossz gyarmatos film forgatására készülnének. Így maga se örülne. Akkor miért csinálja ezt? Miért fotózza a házakat? Nos, régen más fajtákat készítettem. Még sosem jártam Dél-Afrikában. Mindig a menedzser intézte az itteni dolgokat. És mondja, milyen az élet? Úgy értem, érti, a bőrszínem miatt? Igen. Értem. Sokkal jobb, mint régen. 20 éve még nem lehettünk volna szomszédok. A főnököm. Halló? Ezt nem hiszem el. Mi az ördögöt csináltál a pénzemmel? A bankigazgató azt mondta, semmit sem tett. Mindenben szabályosan jártak el. És egyáltalán mit keresel te itt Fokvárosban? Micsoda? Ideg összeroppanásod? Neked? De hát te mindig mindent kézben tartottál, mindent elintéztél, Angela balettóráit, Rafi szörfleckéit. Hogy vagy képes 20 évet így kidobni az ablakon? Még egy család vagyunk. Azt hiszed, ha ellopod a pénzem, visszamegyek? Először is, az a mi pénzünk. Másodszor pedig annyit sem érdemeltem, hogy elmond nekem. Jellemző, most is csak a te nézőpontod számít. Úgy sem tudtam úgy csinálni, hogy jó legyen. Halló! Szofi! Te kis csavargó! Kicsin volott? Nagyon köszönöm. Most mennem kell, köszönöm. Még egyszer köszönöm. Szívesen. Parancsoljon. Köszönöm. Ez egy dél-afrikai specialitás, amit egyetlen étteremben sem kóstolhat meg. Köszönöm. A főnöke rossz hírekkel hívta? Igen. Rossz a helyzet. De én nem adom fel. Van? Ne haragudjon. Ugyan? Sajnálom. Jó reggelt. Jó buli volt tegnap. Kár, hogy nem találkoztunk. Igen. Várjon csak, mintha egy pillanatra mégis láttam volna a sétányon, az édesapjával, lehetséges? Nem, ő a barátom. Oh,
kisé öreg önhöz, nem? Dehogy, még csak 40. 40? Ezt mondta önnek? Igen. Az tény, hogy a barátnőim is furcsálják, de én szerencsésnek érzem magam, hogy egy idősebb férfival lehetek. Elfogad olyannak, amilyen vagyok. Élvezünk minden pillanatot. Ráadásul hálásak is. És nem törik egyből össze a nő szívét. Igen. Várnak vele 20 évet, hogy még jobban fájjon. Kisé öreg önhöz, nem? Dehogy, még csak 40 éves. Annyira szerencsés vagyok, hogy egy idősebb férfival lehetek. A barátnőid még nincsenek itt, de mondd csak, hogy állsz, Dirkel, kibékültetek már? Ha tudnád, hogy haragszik a pénz miatt. Megérte. Szia, édesem. Nem nézel ki túl jól. Tudod, mire gondoltam? Keres valakit magadnak, és tedd féltékennyé. Ez mindig bejön a férfiaknál. Genetikailag így vannak kódolva. Nálad lehet, hogy bejön. De néhány férfi nem az eszét használja a gondolkodáshoz. Több ötletem már nincs. Nem, nem, hölgyeim. A legjobb az lenne, ha Miriam más férfit találna. Mert ha a külföldi kikötők bezárnak, akkor a hajó kénytelen hazatérni. Pont olyan lesz a háló is, mint egy Robert Redford és Meryl Streep jelenet. Szól a zene a gramofonon, mossa a haját. Mossa a haját? Igen. A hálóban? Igen. Egek, Miriam, elhiszed ezeket a butaságokat? Jó reggelt! Újra lerobbant a motorkerékpár. Nem. A kávézóban adtak egy kis kosár muffint, és tudom, hogy Miriam nagyon szereti. Jól ismer, imádom a muffint. Én viszont utálom őket. De most már mennem kell. Ne, maradjon még. Igyon velünk egy kávét. Tudja, Miriam, Gabriellel ketten remek csapatot alkotnak. Mi lenne, ha Gabriel A-tól Z-ig minden egyes pillanatát megörökíteni a berendezésnek? Egy jó cikk is lehetne belőle. Mit gondolnak? Szerintem? Elegem van a házfelújító gazdag európaiakból. Jaj, kérlek! Gabriel, végre egy másfajta dizájnnal dolgozhatsz. Hát, ami azt illeti, a szerkesztő is nyaggat valami új ötlettel. Ez az. Köszönöm. Köszi. Szeretnék, de csak ha nem import, jól átsütve. Melléje pedig salátát, öntet nélkül. Ó, és a krumplit sem kérem hozzá. Majd én. A séf specialitását kérjük 3 személyre. És legyen még egy kis snook. Köszönöm. Ez egy hal, olyan hosszú csontokkal, mint a zsiráfnyaka. Hagyja magát meglepni. Nem szeretem a meglepetést. Bocsi. De néhány embert képtelenség lerázni. Nekem is rendeltél valamit? Mhm.
No, nagyon sajnálom. Miriam Wilde. Szia! Hát persze. Nagyon szívesen. Annyira jókedvű. És élettel teli. Megértem, miért bolondulnak érte a férfiak. Maga nem? Össze akar hozni minket? Mondjuk úgy, nem árt nyitottnak lenni. A szerelem olyan, mint az élet. Sosem tudni, mi vár ránk. Szóval maga is romantikus. Nem lett volna jobb, ha marad Miriamot fényképezni? Hadd mondjak valamit. És Miriamnak semmi köze hozzá. Fölösleges folyton megjátszani a szupernőt, rendben? Tudna hozni esetleg egy kis bort és parmezánt? Persze. Halló, most nem tudok beszélni. Jól vagy? Minden rendben a klinikán? Te vagy az? Nézd, kérdezni szeretnék valamit. Kérlek, ne neves ki. Egyáltalán kérdezhetek tőled valamit? Hát persze. Sophie, milyen festéket vegyek, hogy eltüntessem? A szürke hajszálakot a halándékomon. Dirk, ne kezd már megint. Azt hittem, már két éve is megbeszéltük, hogy nincs szükséged rá. Tudod, nekem tetszenek az ősz hajszálaid, így sokkal férfiasabb vagy. Micsoda, hogy én férfiasabb? Köszönöm. Mikor öregedtünk így meg? Olyat vegyél, amin azt írja, befedi az ősztincseket. Ne, ne azt! Jaj, olyan rossz a kapcsolat. Olyat vegyél, ami sötétebb, mint a természetes hajszíned. Hm? Mondjuk kesztenyebarnát. Te mindig tudod, mi kell nekem. Köszönöm. Hm. Szia. Szia. Miriam Wilde. Igen? Ne! Rendben. Rendben. Köszönöm. Viszlát. Újabb vizsgálatot indítottak. Az adóhivataltól hívtak. A fenébe. Sophie, sajnálom. De így nem tudom folytatni. Képtelen vagyok rá. Gabriel, az egész könyvelésem egy nagy káosz. Tudod, Miriam, ha akarod, segítek. Egészen jól kiismerem magam a dél-afrikai jogszabályok között. Csak ha szeretnéd. Remek. Ez maga?
Valamikor régen. Remek dal. Gyönyörű hang. Kölcsönadnál kazettát? Van egy projekt, amin most dolgozom. Más szemszögből bemutatni a HIV problémát. Megmutatni a gyerekeknek, mit okozhat a szerelem. Érti? Persze! Még egy csodás nap telt el. Mommy's face and daddy crying afterwards and drinking more and doing it again. Oh, that is love. Nagyon jó lett, Emily. Nagyon, nagyon jó. Nagyon őszinte és nagyon hiteles. Senki sem tudja, hol kezdődik a szerelem. De milyen az igazi szerelem? Igen, milyen? Tudod, édesfiam, a szerelem mindenben ott van. Csak meg kell tanulnunk nyitott szemmel járni. Jó, tudom. Nos, ha valakivel együtt vagyunk és igazán szeretjük, akkor egy egyszerű kávéfőzés is olyan lehet, mintha a Holdra repülnénk. Látjátok? Együtt maradnak. Egész életükben. Egyetlen társal. Ez az igazi szerelem. Nem egyszer ezzel, máskor meg azzal. Ki az a nő? Melyik? Hogy ő? Ő a szomszédom. Mondd, milyen érzés, hogy minden férfi beléd van bolondulva? Mi? Jaj, ugyan. Előttem nincs mit szégyelned. Nyilvánvaló, hogy Gabriel is oda van, érted? Gabriel? Nem. Tudod, neki volt egy barátnője. És még azóta sem sikerült túltennie magát a történteken. Tudom, Miriam. Szép, ugye? Tudnál mutatni valami igazán dél-afrikait? Nem szeretném, ha a ház túlzottan európai vagy gyarmati lenne. Pont valami ilyesmit képzeltem el. Szuper! Mondd csak... Kérdezhetek valamit? Igen. Amikor megismerted a barátodat, azonnal tudtad, hogy ő az igazi? Tudod, én... Úgy értem, biztosan tudod. Neked is kalapált a szíved. Olyan... Nos, ő volt az első igazi barátom. Még egy zenekarunk is volt. Úgy tűnik, a te generációd élt-halt a zenért.
Bú! Dirknek is volt zenekara. A te zenekaroddal mi lett? Sajnos a világon csak egy Debbie Harrynek volt hely. Aztán teherbe estem. Na és mondd, mi történt Dirk zenekarával? Azt mondta, selejt volt az egész. Gyere, menjünk tovább. Haza kell vinni. Én is kapok egyet. Szia! Milyen lett a hajad? Ha még mindig férfias vagyok. Figyelj, rengeteget gondolkodtam már. Tudnod kell, hogy a gyerekeknek ehhez semmi közük. Tudni szeretném velünk, mi történt. Hogy jutottunk ide? Hm? Miért nem örülünk, ha látjuk egymást? Mondd! Miért mindig csak az a fontos, hogy mit kell tenni, mit nem tettünk meg, vagy mit tehettünk volna? De hát, az ördögben, ne gyere már megint ezzel! Ez, Sophie, ez nem csak az én hibám! És mondd el, hogy hol van a pénzem! Ez csodaszép. Mondd csak, Dirk? Igen? Gyakran elveszti a türelmét veled. Ez most hogy jön ide? Nem. Ellenkezőleg. Mindig nagyon kedves. És gyengéd. Valóban? Tudod, az elején ő annyira félénk volt, hogy megcsókoljon, vagy levetkőzzön. Azt mondta, hogy ősidék óta nem csinálta már. És nagyon hálás nekem. A kedvenc játéka, hogy én vagyok a gyümölcssalátája. Igen, az egész testemet megvizsgálja, és keresi a gyümölcsöket formájuk, illatuk és ízük alapján. Ó, mi ez itt? Egy finom zamatos almácska? Ó, és ez? Egy mennyei lédús vérnarancs? Na és itt mi bujkál? Ó, mangó. Szeretem a mangót, imádom a mangót, mangót akarok. És hol az ananászt? Kérem az ananászt, add ide az ananászt. Hagyd abba! Megvesszük a hálószobát. Megvesszük. Mindent. Megvesszük. Megvesszük. Jól értettem, amit mondtak. Meg akarják venni a hálóm? Igen. De király! Gyerünk, emberek! Induljon a parti, amíg bírja a lábunk! Hé, hé! Miriam mondta, hogy lenne szerződést köt velünk. Micsoda? Hé! Hey, fantasztikus! Igen! Fantasztikusak vagyunk! Fantasztikus, igen! Hey. Köszönöm!
lenne személy, aki bevezeti őket a zenei piacra. Nem akarok táncolni, én csak... Kérlek! Nem. Dirk! Ideje lenne már magadra gondolnod. Itt az idő, hogy új életet kezdj. Épp erről van szó. Tudod, ezzel most egy picit várnunk kell. Most per pillanat van egy kis pénzügyi gondom. Micsoda? Pénzügyi gondom, az exem. Mi van a szemeddel? Semmi. Nézd csak! Leíti ez a kép. Add vissza! Mi van veled? Még sosem láttalak így. Most már tényleg hagyj békén. Komolyan! Ti nők, mindig csak akartok valamit tőlem. Kérlek, hagyj engem békén, jó? Jó reggelt! Jó reggelt! Csak szeretnék pár képet készíteni a reggeli fényben, mielőtt elkezdődik a káosz. Rendben. Szeretne előtte egy kávét? Ó, köszönöm. Valami megváltozott. Jól néz ki. Köszönöm. Otthon mindig csak azt hallom már, megint farmer van rajtad. Tessék. Köszönöm. Gyönyörű a reggel. Mindig is arra vágytam, hogy az ablakból bámulhassam a tengert. A barátom? Most veszekedtünk először. Dühös lett, mert megláttam a személyi igazolványát, és rájöttem, hogy nem 40 éves, hanem 48. De hát nekem mindegy. Majd hozzávágta, hogy rá akarom kényszeríteni, hagyja ott a munkáját. Mert ő szereti, amit csinál, és egyáltalán nem is akar lemezkiadót. De hogy akarhat valaki gyümölcskereskedő lenni? Jaj, Miriam... Miriam Wilde, tessék. Mi az, hogy már nem akarja Adoniszt és Afroditét? De hát pont az övéki a főszerep a birtok dekorjában. És én mihez kezdjek velük? Adonisz megsérült, és Afroditénak gond van az orrával. Jó, rendben, de... De az embereim nem tudnak értük menni. Mi az? Én szívesen elhozom, ha... Kérem, tudnál tartani egy pillanatig? Mi van? Szívesen elhozom. Akár most el is mehetünk értük, ugye? Mégiscsak elhozzuk Adoniszt és Afroditét. Remek, hogy Miriam újra elfelejtett tankolni. Nem tudom, hogy maga milyen volt korábban, de Miriam nagyon hülye volt. Ez az üzlet csak hátráltatja abban, amihez legjobban ért. Még több káoszt okozni. Komolyan mondom. Miért nem áll meg senki? Nem maradhatunk itt. Hey. Pedig ez egy valódi paradicsom, nem? Körbenéz és gyönyörködik a tájban. Barátságos és csendes. 100% természet. Látja? Mintha itt sem lennénk. Mert ő másfelé megy, mint mi. Ha a tengerhez akar menni, így kell jeleznie. A mágikus jel. Van az úgy, hogy jobb elengedni azt, ami már nem működik. És valami újat kezdeni.
Ezt hogy érti? Például... a menedzserét. Inkább rúgja ki. Figyeltem magát és Miriamet munka közben. Mindketten művészek. Miriamnak nagyon jó szeme van a dolgokhoz, és mindig ráérez, hogy mi a fontos. Igen, mint például tankolni is. Picit hátrébb. Rajta Winston, teljes közzel. Jaj, oké. Még egy kicsit. Így jó? Igen, szuper lett. Tetszik? Jó, mi? Woman, you wanna change the heart of a man, but are your hands big enough for this world? I said no, 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 no. Winston, köszönöm, drága barátom. Nagyon szívesen. Remek munkát végeztél. Köszönöm. Szia. Sziasztok. És itt van. Imádom. Komolyan? Igen. Igen? Szuper! És most üljetek fel! Jó. Neves az olvasóknak. Igen. Tetszik, Sophie, igaz? Igen. Persze. De jól van minden úgy, ahogy van. Ne légy buta. Zárd már le végre a múltat. Igazad van, Melissa. Félek új életet kezdeni. Egyenesen rettegek tőle. Milyen volt az estéd? Jól telt? Tudod, az ágyban. Az ágyban? Nem, semmi. Nada, semmi alma vagy narancs. Egész éjjel a feleségével beszélt telefonon. Gabriel? Nem, Dirk. Hogy a feleségével? Hosszú ideig vitatkoztak, nagyon komolyan. Egy pillanat. Én azt hittem, Gabrielnél aludtál. Ott volt az autód. Dehogy, csak kifogyott a benzin. Akkor nincs senki. Na hát, valaki szerelmes. Sőt, nagyon az. Na hát, ezt nem hiszem el. Ott jön Dirk, pedig azt mondta, nem jön el. Hát nem aranyos, hogy mégis eljött. Hé! Itt vagyok! Dirk, itt fent! Szerintem nem lát téged szemüveg nélkül. Jobb, ha lemész. Ó. Rendben. Hé! Jövök már! Dirk! Szia! Szia! Örülök, hogy mégis eljöttél. Mm-hmm.
Keres valamit? Csak az önbizalmamat. Szeretnélek bemutatni valakinek. Rendben. Menjünk. Tudod, neki rendezem be most a házát. Hát egymásra találtak. Tudod mit? Majd később bemutatom. Rendben. Gyere. Vigyázz, nehogy ne halld meg szíved némán hívó szavát. Na, ki a romantikus? A dzsungel könyvében senki sem nevetett ezen a mondaton. Rosszul végezhette volna. Valóban? Na ide, hallgass! Oh. Senki sem mer sírkánnal újat húzni. Annyira gyönyörű a hajad. Testednek mozgása teljesen megőrít. És szeretnéd megtanítani nekem szíved dalát? Gyakorlom a szíved dalát. Jó reggelt! Jó reggelt! Cape Style. Ma reggel jelent meg. 30 rand. Uram, a visszajáró. Sokáig nélkülem. Mi az ördögöt keresel itt? A mindenségét. Mi a fene folyik itt? Miért vagy együtt a barátnőmmel? És mi az ördögöt csináltál a pénzemmel? Egyszer már mondtam, hogy az a mi pénzünk. Nézd a házat, imádni fogod. Erre költötted el az én pénzemet? Az ingatlan piac nagyon stabil, na jó, kivéve akkor, mikor nem. Mondd, mi ütött beléd? Ez meg kicsoda? A fenébe, hol az a kulcs? Ugye, te csókolosztál vele tegnap, ugye? Abban a piros ruhában. Ugye te voltál? Gabriel! Sophie! Sophie! Gyakorlom a szíved dalát. Igen? Sophie, neked teljesen elment az eszed? Nem, csak szerelmes vagyok. Ne légy gyerekes. Azonnal hozd vissza az autóba. Oké, holnap, délben, szia! Sophie!
The coffee cup said contains the world. The heartbeat felt is worth the pain. Ez jó volt, nagyon jó, rajta gyerekek, megérdemlik a tapsot. Tényleg nagyon jó volt, csak az átmeneten kell még finomítani egy kicsit. Ne felejtsétek el, hogy a versenyen a város legjobbjai lesznek az ellenfelek. Mindjárt jövök, maradjatok a helyeteken. Sophie? Elhiszed, hogy épp vásárolni mentem, amikor hirtelen észrevettem a motorodat. Annyira nem hihetetlen. Ha kokaint, krekket vagy speedet akarsz venni, akkor bizony, jó helyen jársz. Azt hiszem, elfelejtettem bízni. Gyere be, amíg végzünk. Majd utána beszélünk. Fantasztikus! El se hiszem! Most már elegem van a viccekből! Már megint mi jutott beléd? Miért vagy ideges? Csak nem a feleséged. Szerintem ezt te jobban tudod. Hé! Te akartál ide költözni. De én... Pillanat. Bocsáss meg. Miriam Wilde, tessék. Igen! Nem, 5 perc és ott vagyok. 5 perc, rendben, köszi. Szia! Kérlek, ne haragudj. A cikk megjelenése óta megállás nélkül csörög a telefonom. Mennem kell. Később beszélünk, rendben? Köszi. Szia. Hát itt lakom. A parti ház egy barátomé, aki most egy johannesburgi vasárnapi lap szerkesztője. Szinte sosincs itthon. Melissa sokkal jobb fotókat készített, mint én. Hát igen. Össze akartunk házasodni. És mi történt? Megölték. Az apartheid utolsó napjain. Épp ott volt, amikor a rendőrség és a felkelők között lövöldözés tört ki. Meghalt. A karjaim között. A sajtó kamerájának gyűrűjében. Melissa főként portrékat szeretett készíteni, elsősorban gyerekekről. Meggyőztem, hogy ne vonja ki magát a politikából. Ám a halála után csak ártalmatlan dolgokról tudtam képeket készíteni. Egészségedre. Második esélyt. Mondok neked valamit, amit később talán megbánok. Valamit, amiről azt hittem, sosem mondom ki többé.
fenébe. Beléd szerettem. Nem, a 4 óra tökéletes. Szuper! Viszlát! Hé! Hey! Hát, nem fantasztikus. Miriam, én... Igen? Sajnálom. Már el kellett volna mondanom az igazat. Tudod mit? Te voltál az egyetlen, aki végig mellettem állt, míg Dirkkel gondjaink voltak. És a cégemben is segítettél. Dirk nem mondott neked semmit? Mit kellett volna mondania? Nézd csak. Ezt nemrég készítettem. Mert hálás vagyok neked. Nagyon kedves tőled, és szép is. Viszont muszáj... Édesem, éppen most ajánlottam fel egy állást neked. Annyira szuper csapat vagyunk. Te vagy a megfelelő, aki a cégnek kell. Védetolj fel. Kérlek szépen. Mondj igent. Mondj igent, kérlek. Bocsáss meg, kérlek. Miriam Wilde, tessék. Pontosan. Nem, 5 perc és ott vagyok. Köszönöm, szia. Mennem kell. Az egész napom erről szólt, hát nem fantasztikus? Tudod mit? Később felhívlak. Megcsináljuk? Megám. Nem tetszik a farmerom? Hát, nem. Nem mindig. Nem. Nem igazán. Nem. Akkor miért nem mondtad soha? Nem tudom. Azt hiszem, hatalmas hibát követtem el. És nem csak egyet. De te mindig harmadik gyerekként kezeltél engem. És én úgy éreztem, szabadulnom kell belőle, mindenből. Jó messze, érted? Értem, Dirk. Rendeltél már? Azt hittem, elmenekülhetek magam elől. Szerinted finom a rák? Hozzámész, ugye? Te költöztél el egy másik nő miatt. Ezt ne felejtsd el. Elhagytál engem és a gyerekeidet. És te? Veled mi van? Azért jöttem, hogy hazavigyelek és megmentsem a családomat. Sophie! Sophie! Egymáshoz tartozunk. Te, én és a gyerekek.
annyira sajnálom. Nem akartalak megbántani. Mi közöd van Miriam barátjához? Miatta utaztam ide. Ő a menedzser? Ő az én férjem. És a cég? Elhagyott engem. És mindent azért csináltam, hogy visszaszerezzem. Mekkora barom vagyok. Nyomás befelé. Anya! Mindjárt megérülök. Látnotok kell a házat, látnotok kell a házat. Anyátok fantasztikusan rendezte be. Rajta, befelé. Na, menjetek! Szuper. Meglepetést akartunk nektek. Ez maga a mennyország? Az biztos. Nézd azt a szörföst! Az ajtó előtt a tenger. Ez csodálatosan néz ki. Kóstoljátok meg a snookot, jellegzetes fogvárosi hal. És a hegyre is fel kell mennetek. Csodás onnan a kilátás az öbölre. Folytatod, kérlek. Szedjek neked? Kölcsön vehetem a ruhádat, anya. Ez egy új modell. Még egyet? A gyerekek már tévéznek. Hé, sok idő, amíg végzel? Ha segítenél, gyorsabban menne. Jó vétel volt. Tényleg. Miriam tudja, hogy itt vagy? Csodaszép vagy. Ez nem a nyári időszámítás. Visszaállítjuk az órát, aztán megy minden tovább, mint előtte. Volt valakim, volt valakid. Kvittek vagyunk, nem? És egy család vagyunk. Elfelejtetted? So if you love me, learn the song of my heart. And if I've forgotten it, sing it to me. Right from the start. Mindkettőnk megtanulnunk kellett volna a másik dalát. És jobb lenne, ha most még a kanapén aludnál. We were.
Kicsi? Oh, hála az égnek, te vagy az. Szerintem Dirk visszament a feleségéhez, viszont a felesége hívott, hogy hamarosan meglátogat. És ki telefonált? Dirk felesége? Igen. Szentég, kérlek, bújj el addig a teraszon, kérlek, kérlek, gyorsan. Jó? Szuper. Hogy lehet ennyire kegyetlen? Ennyire gátlástalan? Ennyire szívtelen? De hát nem is mondta nekem. Egy meg nem született gyerek apját elszeretni. Nem szeretne inkább leülni? Megkínálhatom valamivel, vízzel, teával, esetleg valami harapnivalóval. Nem? Jó. Roswitha! Nem tesz jót a babának, ha ennyire kiborul. Úgy tudtam, maga már nem akar vele élni. Egy házat akartunk venni. De aztán jött ez a fiatal szuka. Nem. Szóval ő itt Miriam Wilde. És ő egy nagyon rendes lány. Miriam, hadd mutassam be neked Roswithát, Dirk titkárnőjét. Szia. Én pedig... Dirk felesége vagyok. Hát nem csodálatos a kilátás? Ugyan már, apa? Te semmit sem látsz? Hát... És tényleg csodás a kilátás? Gyönyörű. Gyerekek, tudom, hogy nem voltam valami jó apa. Hát így is mondhatjuk. Semmi baj, apa. Egész jól viseltük. Anya persze már nem annyira. Bízom benne, hogy kapok tőle egy második esélyt. Egy második esélyre. Roswithára és Dirkre. A jövőre. És ránk. Mit gondolsz? A Wilde engel jobban hangzik, mint a Wilde Teufel, nem? Köszönöm. De most nem igazán van kedvem mások lakását rendezgetni. Sajnálom. Miriam Wilde, tessék. Igen, van időm. Igen, rengeteg időm van. Ez nagyszerű volt, tényleg! Én mindjárt jövök. Nemrég olvastam, hogy a pingvinek is új társat keresnek, ha már nem szeretik egymást. Vagyis a pingvinek is hisznek a második esélyben. Come here, baby. I want to tell you something. Bocsáss meg, de szükségük van rám. Lefelé! Gyerünk!
like a vice grip on my heart.